Vértem, Tomori. Kornyák még le tudta kapni a levegőből, Tomori. Jó a lövés, fantasztikus gól, így van, Tomori Zsuzsanna megszerzi az első gólt, amely azt hiszem nem csak őt, hanem az egész magyar delegációt megnyugtathatja. Gyönyörűen ismerte föl, hogy nem léptek ki rá. Szana, Kornyák, Kovacsics, Tomorié a labda. Kornyák, Tomorinak a zárás, és benne van. Gyönyörű előkészítés. Hosszú lefolyású, sok keresztmozgásos játék volt, amin a végén remekül zártak Tomori Zsuzsának. Bármennyire is a jó helyre, jó irányba indult. Nem sok lehetőséghez fog jutni. Annyia kell, hogy segítsenek a többiek. Így van! Gigászi erővel Tomori is a harmadik gólját veri be. 11-11, 6 perc van hátra. Még mielőtt odaért volna a védő. Kivívta Kovacsics a tiszteletet, hiszen idáig a mérkőzés elején nem sokat foglalkoztak vele. De most, amikor ő készített elő, és húztat... most. Tomori. Jurák egészen messziről üldözi. Tomori gól! Ez az. Emberrel együtt rohannának, szabálytalan középkezdés, vissza az egész, úgy is van. Én azt hiszem, extázisban van most már a győri csapat. És a közönség nagyon sokat segít, mint ahogy érzik a győriek nyilván. Tomori, most lássunk egy negyediket. Tomori végig, gól! Volt ott egy labdányi hely. 19-17. Krisztina Lunde volt szabálytalan. Tomori. Egy kis tánc, egy ejtés, gól. Gyönyörű. Akkor ejtsük át, Haraldzer. Ha itt tudunk csak hetes gól dobni, akkor lőjünk így. Igen, hát ez nem mindegy, hogy ki ejt, mert ugye Tomori Zsuzsa magas játékos, tehát ez jó kis lövőcs előttán gyönyörű volt. Azt hiszem ezt a meccset nem... Tomori jön büntetőt dobni. Minden másodikat beszoktuk dobni, Tomori az előbb előtte. Ezt kivételt erősítő szabály kell. Gól. Gyönyörűen lőtte be. Találtunk egy új hetes lövőt Tomori szemében. 25-22.